Jó napot kívánok, kedves nézők! Remélem, hogy a mai játékban is sok érdekes, izgalmas feladvánnyal ismerkedhetnek meg, de az biztos, hogy olyan foglalkozást, amilyen az első játékosunké még nem sokan hallottak. Steiner Jenő foglalkozása... Kalanderes. Ugye mondtam, én az életben nem hallottam, hogy meg kell magyarázni. Egy vasalógép, amiben mostában az ágyneműket, terítőket, tehát a nagyobb textiliákat vasalják. Az a kalander. Kalander, igen, és ezt kezelem. Hát én remélem, hogy a kedves nézők meg a játékosok is hallott, mert egyszer feladjuk, mint egy nagyon, nagyon nehéz tárgyat. De most ezt megelőzően ön választ egy számot. 8-as. És lássuk, hogy mit is választott. A 8-as élőlény. Mehetünk? Igen. Tessék. Személy? Igen. Egy személy? Nem. Kettő? Nem. Több? Igen. Megszámolhatod hány személy? 10-nél kevesebb? Nem. Több? Igen. 20-nál több? Nem. Kevesebb? Igen. 13-nál több? Nem. Kevesebb? Igen. 12? Igen. 12 személy férfiak? Úgy. Igen. Filmben szerepelnek? Igen. Az esküdtek azon... Tudja mit? Megállítom. Legyen egy világcsúcsunk legalább. Mondja ki most. 12... Nagyon dühös, hogy... Igen, a 12 dühös ember. Jó. Kérem szépen. Kérhetek egy pici tapsot? 29 másodperc alatt még az életben nem találtak ki semmit. Lehet, hogy könnyű volt ez a feladvány? Nem igaz, hogy elkezdi Reginald Rose-nál, aki az írója. Ha elkezd... 12, nincs is más, mint 12 dühös ember. Még a piszkos 12-re gondoltam volna, de ez ugrott be. Kérem szépen, 29 másodperc. Őszinte melegséggel gratulálok. A dühös emberek száma ezek szerint nem növekedett egyen, ugye? Nem. Nézzük, kávéfőzője van-e? Van. Van-e kedve van. Hozzá? Nem, inkább mögötte van. Igen, ismerem a dolgomat. 12 dühös ember, sok-sok kávét ihat. 12 személyes. Nem dühös ránk. Jól van. Hát akkor, mintha most kezdődne az adás. Mondjon egy számot a rekorder úr. 7-es. Na kíváncsi vagyok, ez hány másodperc lesz. De ez egy fogalom. Ez egy fogalom, és tessék. Egy szó. Igen. Névszó. Hogy névszó? Névszó, igen. Névszó. Magyar szó. Nem. Nem magyar szó. Mivel kapcsolatos? Emberekkel kapcsolatos? Nem. Tárgyakkal? Igen. A tárgyakkal kapcsolatos fogalom. Ez a tárgy, ez kapcsolató közlekedéshez. Igen. Tehát valamilyen tömegközlekedési eszközhöz. Is. Tömegközlekedési eszközhöz is. Személyautóhoz is? Igen. Ez egy, az autók része? Nem. A fogalom, egy fogalom van szó. A tárgy, az az autó. Megvan a személyautó is. Szárazföldi járműveken csak? Igen. Nem, bocsánatot kérek, nem csak. Vízi járműveken is. Nem. Légi. Igen, de az nem jellemző, jellemzőbb a földi. A helyük ezeknek a közlekedési eszköznek jellemző, hogy hol találhatóak, vagy bárhol a világon? Bárhol a világon. Ez a fogalom, ez képzett szó? Igen. Igéből képzett? Nem. Bocsánatot kérek, igen, mondják a kollégáim, megállítom egy picit. Nem képzett szó ez, hanem, és akkor most van 10 másodperce. Nem képzett szó. A közlekedési eszközökkel kapcsolatos autóbusszal. Is. Trolibusszal. Is. Villamossal. Nem. Villamossal már nem. Nem. Tehát ez kerekes járművekkel. Így van, és megy tovább az ideje. A kerékre, kerékkel kapcsolatos bizony. Fogalom. Esetleg a kerék meghibásodásával. Van filmcím is ilyen. Mi az a filmcím? Defekt. A defekt? Igen. Akkor van ilyen filmcím. Akkor a de ez nekem egy kicsit kevés. Sokfajta defekt van. Ez speciál. Ez egy hirtelen úgy van, dur defekt. Dur defekt, most kitűnő. Hát ez sem volt sokkal hosszabb. A mindenségit. Jól van, dur defekt azért egy picit a képzésről, szóval ez egy összetett szó. Egyesek szerint ez a dur, ez egyszerű hangutánzás. Az is lehet, hogy a német durch defekt, ebben nem vagyok biztos, csak hallottam már ilyesmi. Defekt meg ugye idegen szó. Hagyjuk ezt, nézzük mit nyert, jó? Ott van egy sporttáska. Megmondja, mi van a sporttáskában? Megmondjam úgy tisztességet, semmi. Ami mögötte van, azt kérem. Értettem. Na, a durdefekt, ne legyen durdefektje ezzel a nagyon szép kerékpárral.
Van-e kerékpárja? Van, de azért tudjuk használni majd. Nem látom nagyon boldognak. Hogy viszem haza? Sportáskában. Abban nem, mert azt nem adtuk oda. Mi, hogy jött ide? Vonattal. Hát beengedik a vonatba. De, biztos. És honnan érkezett? Fertőszent Miklós. Fertőszent, az elég. Sopron mellé. Akkor ne a biciklivel megyünk. De a vonatig nyugodtan, azt hiszem. Mondott paplászóról éppen az imént? Vagy paplászit? Jaj, nyerte. Igen, vigyázzon, nyerte. Azt is megemlő, hogy melyik verseny. Meg bizony. Fúha. Egy valamit még az elején nem tisztem. Az érem az első helyért kapta. Igen, tehát is. Egy arany is. Tehát több mindenért kapta. Nem. Addig, hogy több, addig stimmel. Mit mondott paplászóról? Többes szám. Többes. Paplászó érmei. Úgy van, hány? Három. Három, bizony, a kutya mindenit. Úgy van. Hogy tudja, hogy minek örülök? Nem kérdezte meg végül is, hogy miből van, mert hogyha ön azt kérdezi, hogy arany-e, erre mit válaszoljak? Nem egészen. De, nekem azt kell mondani, hogy arany, mert különben elviszem máshova. De mi azért tudjuk, ugye, hogy minimum 6 gram aranynak illik lenni benne ez előírás. Egyébként ugye aranyjal befuttatott ezüstről van szó. Ami pedig a kesztyű és a... Ugye a kesztyű és a fegyver kérdését illeti. A kesztyű az egy védekező szerszám. Tudja, hogy mit véd? Magát. Bizony, tehát az öklöt védi a törésre, nem az ellenfélnek az állát, hanem az én kezemet. Tehát végül is nem fegyverről van szó. Ne fecsegjek annyit, mutassam, hogy mit nyert, ugye? Na nézzük. Ez egy párásító. Ami mögötte van. Tudja, hogy a párásító milyen fontos dolog, különösen egy fűtött szobában. Biztos van párásítója. Majd mögötte van. Ami jól nem beszélek többet. Amire paplacinak soha nem volt szükség, hogy bedobjon néhány törülközőt, magának se legyen. Jó? 10 törülközőt vitt haza. Lesz mit mosni. Lesz mit mosni, úgy van, lesz mit elvinni a biciklit, amit ugye nem biztos, hogy felengednek a vonatnak.